Röviden összefoglalná itt a délelőtt folyamán, hogy most mit láthattunk? Hát itt vagyunk az Ajkai mérnökségünkön, a megyében 1640 kilométert kezelünk, ebből olyan 370 kilométer az Ajkai mérnökség területe. A jelenlegi gépszemlén azt mutattuk be, hogy a téli időszak alatt milyen gépekkel látjuk el a feladatainkat. Ezekről a gépekről kicsit bővebben, hány fajta gép és milyen feladatokat látnak el? Hát vannak az úgynevezett kombinált gépeink, ami szórásra, sikosságmentesítésre és elkézésre is alkalmasak. Ebből 4 saját gépünk van, és 3 úgynevezett bérelt gépünk lesz, ami állandó béreltek. A fő tevékenységet egy normál időben ők látják el. Emellett még van 2 hómarunk itt Ajkán, és van több ekés jármű, ami a hóeltakarításba dolgozik be. A rendkívüli időjárásban viszont még be tudunk hívni úgynevezett leívható bérelt gépeket, ez amikor hófúvásos időszakok vannak, nagy havazások vagy ónos eső időszakában. Mi az, amit itt ellenőriztek a gépeken? Hát a gépek műszaki állapotát ellenőriztük, illetve az adapterek műszaki állapotát, hogy ez egy felkészítésen mentek át a gépeink is, meg az adapterek is, a szükséges alkatrészek cseréjét elvégezték a kollégák, és ezeket ellenőriztük, a működőképességet. Hogyha hirtelen leesik a hó, hol vannak azok a pontok, amit először állnak neki takarítani? Hát mi ütemszerter szerint dolgozunk, szóval vannak az őrjáratos útjaink, ez a 1-2 számjegyű főútak és az 5000 egységjármű forgalomnál nagyobb forgalmú útak. Először azoknak a takarítását kezdjük el. Ezeken teljes hozban van sikosságmentesítés és hóeltakarítás. Következő lépcsőben vannak a rajonos útjaink, ahol nem teljes szakasz takarítjuk, hanem a veszélyes helyeket, a nagyobb emelkedőket, nagyobb vagy kisebb sugarú íveknél avatkozunk be, ahol fokozott a balesetveszély, de szükség esetén a teljes szakaszt sikosságmentesítjük. Tudna mondani egy pár ilyen gócpontot itt a környékünkön, ami különösen veszélyes? Hát nálunk a 8-as út a legfontosabb már a forgalmától függően. Vannak kapaszkodósámok, emelkedők, amik városlődi emelkedő, az ajkarendeki emelkedő, ahol ilyen kamion elakadásoknál azok jelentik a legnagyobb problémát. És vannak rajta hófúvásos szakaszok is sajnos. A megye úthálózat, a főúthálózat ilyen kelet-nyugati irányú jellemzően, és az domináló szélirány, ez meg észak-nyugati, úgyhogy keresztbe kapja, és ettől fogva fokozatosabban hófúvás veszélyes szakaszok alakulnak ki. És hogy láttam, mennyire vannak felkészülve a térre emberileg és gépileg? Hát egy általános térre, mint mondtam, fel vagyunk készülve, de vannak rendkívüli időjárások, ami sajnos egyre gyakoribb, nem csak itt Magyarországon, külföldön is mindenre próbálunk felkészülni, de a géppartól függően, meg a szükséges eszközök bevezetésével, amint mondtam, ilyen leívható béreltekkel is próbálunk rá felkészülni. Köszönjük szépen! Köszönjük.